Elérkezett a nagy nap. Ez most már tényleg a startnak a napja. Szokás szerint az Alkotmány utcából, itt van a parlament mellett. És közben itt látok ismerős arcokat. Sziasztok! Ők voltak, akik tegnap annyira szenzációsan jól táncoltak, de megint fognak. Ugye táncolt? Persze táncolnak, táncolni fognak nekünk. Hátrafelé kéne biciklizni. Az király! Őszintén szólva, most vagyok 23 éves, egyszer nem drogoztam még. Abszolút jól tudom magamat érezni hasonló dolgok nélkül is, úgyhogy fiatal, ne drogozzatok! Mutatom Eriknek, hogy nekünk erikes dekorunk is van. Nagyon király. De van egy élőben, itt van egy élőben. Nagyon feldobja a dekorációt egyébként. És van a képen, most próbálja le. Már lopják, tehát ennyi, már szedik le. Úgy érzem, hogy ez a maraton az egyik legnagyobb dolog a világon. A teremtett világban meg kell őrizni mindent, ami jó. Meg kell őrizni és át kell adni a gyerekeinknek, unokáinknak a megőrzett világot. Ebbe tartozik az is, hogy az ember nem drogosnak születik. Ez a 20 fő! Ez a 20 fő, aki idén is nyakába veszi az országot, aszfaltot és cipőt nem kivélve, megtörődve az esővel, a széllel, a napsütéssel. Találkozunk nagyjából egy hét múlva Miskolcon, hogy egy újabb hétre feltöltsetek minket, hogy bírjuk a futást. Hálás vagyok, hogy itt vagytok, nagyon sokan gondolnak ránk szeretettel, meleg otthonaikból. Ti viszont vettétek a fáradtságot, hogy itt legyetek, a hideg és az eső ellenére is. Igaz, hogy nincs zene, de látom, hogy mindenki mozog ritmusra, ez nagyon jó. Tehát jól esik, akkor harmonikusan beszélek, úgy látszik. Köszönöm, hogy itt vagytok, számítunk rátok. Nézzétek a Facebook oldalt, írjatok reakciókat, tartsátok bennünk a lelket, hogy másfél hónapig bírjuk. Le a kalappal előttetek, hogy itt vagytok. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hogy eljárok az úton! Egy drogmentes Magyarországért! Egy drogmentes Magyarországért! Hát, Tyson bácsi, milyen drogmentes kapitánynak lenni? Ön kapitány vagyok, én 100%-os vagyok. Bocsánat, én kérek el. Nagyon szépen köszönjük! És akkor én már ez a... Hogy érted, én bármit megteszek, a szíved őrzőm, ez nem vitás. Akármi történhet, mindig itt leszek, ilyen az egyszerűbb hallomás. Öltöztem az eszem, nézett el a szegem, félre hát a szavakkal. Jó, most veled megfogom a kezed, viszlek magammal. Két gyönyörű tündéri paci lesz még a felvezetőnk. Ti fogtok minket felvezetni, igaz? Állítólag, hát... Há,
No, tehát itt van Bunny, végre ráért, tudunk vele beszélni, és megkérdezzük, hogy mit üzen. Azt üzenem nektek, hogy egyre szarabb a helyzet, de ne foglalkozzatok vele. Tudom, hogy egyre több fűes idióta, vagy drogos idióta van a ti közeletekben is, és próbálnak rábeszélni. De nem, felejtsétek el, nem kell ilyenekkel emberekkel, nem kell ilyen emberekkel barátkozni. Én úgy gondolom, hogy aki elkezd fűvezni meg drogozni, nem lesz megbízható, nem lesz a barátom. Az ő barátja majd a drog lesz. Ez lesz a 11. drogmentes Magyarországért maraton startja. Úgy vegyük, hogy elsétálunk először a nyugati... 5, 4, 3, 2, 1... Start! Jöhet a zene! És elindultunk. 42 napig, több mint 320 település érintve, 2100 kilométer tegyük meg, ezt most fogja ott is elmondani. És a gyermekeink jövőjér, azért, hogy ne fogyasszanak drogokat, éppen az imént beszéltem, egy skút turista csoporttal, akik nagyon szép, gyönyörű hangosággal elmondták nekem, hogy ők is velünk vannak, ők álltak ott a színpadnál, Drogmentes Magyarországért maratonnak a forrás helyszíne. Évek óta innen indulunk körbe az országon. Most épp csapatkép készül lovakkal. Elindult a nagy futás, 42 nap múlva valahol a környéken találkozunk. Az objektív persze már megint eső csepper, de sajnos esik az eső. Lesz rossz már. Nagyon lóképűek. Lóképűek. Neked miért? Szálljál le a magas lóról! Csapjunk a lovak közé! Ne csapjunk! De miért kell fél óránként hívogatni, amikor megmondtam, hogy 5 perc múlva itt leszek?